Amit én egyedül felveszek, ott nekem annyi a lényeg, hogy én azt élvezem és szeresem csinálni. A zenekari felvételek, azok meg arról szólnak, hogy úgy abban a formában működjenek. Szevasztok, a KEDD, akkor fű alatt az Ígéretes Titánok zenei kibeszélője, és a mai vendégünk Urbán Bence, alias Gidnim Rém, köszöntelek a műsorban. Hello. Igazából az a helyzet, hogy ez a beszélgetés már annyira régen szerettem volna megejteni, egyszerűen hihetetlen. Bencéről tudni kell, hogy gyakorlatilag a Ígéretes Titánok 7 évvel ezelőtti indulásának egyik első jelentkezője volt, és amikor meghallgattam az első Gidnim Rém számot, akkor azt mondtam, hogy ilyen nincs, bémeged, eszeveszett. Egyrészt, hogy mondjam, helyzetkomikum, ez most komoly, vicc, szóval tényleg egy igazi őrület volt, és a mai napig is az a Gidnim Rém. De talán az a kezdeném, hogy Bence, te orvosként dolgozol, és hogy Debrecenben ugye van, Nyilas Reni zenekarában is játszottál annó, és hogy Debrecenben van egy ilyen orvoskör, akik így hobbiból zenélnek, vagy hogy van ez? Hát amúgy igen, mármint az orvosok között szerintem elég sokan zenélnek hobbiból. Ez egy ilyen nagyon jó ventilációs lehetőség. De Debrecenben van egy ilyen titkos orvostársaság, akik zenélnek? Nem. Hát egyetemváros egyébként, úgyhogy ott úgy alapvetően gyűlnek, meg ott így a konziba is szoktak szervezni évente, van egy ilyen hallgatói kórus is, és akkor ők csinálnak ezt a szóval. Szerintem nincsenek többen, mint máshol, csak lehet, hogy nincs annyi dolog Debrecenben, hogy ez ne vesszen el így. Nem tudom, hogy mondjam. Térjünk rá a Gidnim Rémre, ugye nagyjából, tehát hogy tudod összeegyeztetni a munkáddal, vagy hogy előbb volt a Gidnim Rém, mint hogy mondjuk orvos lettél volna, vagy hogy lehet összeegyeztetni? Bőven előbb, hát ez még gimiben indult, ez a szóló projekt dolog. Nehéz egyébként, tehát ha a zenekart akarsz csinálni kicsit aktívabban, akkor olyan munka mellett, ami időben is leterhelő, pszichésen, fizikailag is leterhelő, értelemszerűen nehezebb csinálni, és viszonylag kevésbé rugalmas. Azért, ha az ember klinikumban dolgozik, akkor az ideje az jelentősen jobban le van korlátozva, mint hogyha valami, nem is tudom, háziorvosi ügyeleteket vinne vállalkozóként, vagy ilyesmi. Szóval ez az oldala, ez nehéz, ezzel ügyeskedni kell sokat, hogy működjön. Igazából a Gidnim Rémet a mai napig nem lehet megfogni. Van nagyon sok helyzetkomikum van benne. Az egyik dal olyan, mint hogyha gyerekeknek szólna, a másik olyan, mint egy felnőtt mese. Nagyon sok benne a játékos elem, van benne folk, van benne elképesztő mennyiségű gitár, olykor elektronika, szóval egy ilyen nagyon, nagyon komposz dolog. Ez mennyire, hogy mondjam, mennyire úgy ösztönös, hogy önmagadból jön, vagy mennyi egyéb felvett zenei elemek vannak benne? Hogy állt össze a Gidnim Rém, ami ma? Fú, ez egy nagyon jó kérdés. Ha ezzel elgondolkodtál valami. Alapvetően az van szerintem, hogy én viszonylag sokféle zenét hallgatok egyébként is. Amikor növekedtem felfelé, akkor otthon is sokféle zene szólt. Apám nagyon szereti a jazz például, a nővérem nagyon szerette gimis koromban a metált, még mindig. De hallgattunk popot, Disney betét dalokat, mit tudom én, tehát elektronikát, rengeteg féle zenét hallgattam, és hallgattok, és a Gidnim Rém az nagyon sokáig egy háttérben futó projekt volt, ami nekem a kvázi ilyen saját kis kísérletezésem volt, és ez egy játszótér effektíve, mind a mai napig valamilyen szinten egy ilyen azt csinálok, amit akarok benne típusú zene, és nincs megszabva, hogy oké, akkor mi most countryt játszunk, vagy popot játszunk, hanem ha eszünkbe jut valami, és azt érezzük, hogy ez működik, akkor összerakjuk, és szerintem mivel annyira sokféle eleve, azért is működik így összességében, mert
a nagy káosz az egy egységet alkot, mert annyira sokféle. Ha kicsit térnél, akkor fura lenne szerintem, de hogy én azt érzem, hogy így működik, hogy annyira sok felé ágazik szét, hogy ez egy ilyen védjegye is kb. A projektnek. Mm. Amikor elkezdted, meg akár mondjuk, amikor megismerkedtünk ilyen 6-7 évvel ezelőtt, ugye nagyon sokat fejlődött abból a tekintetből a Gidnimrém, hogy bevallom őszintén, és ez egy pozitív, hogy is mondjam, értékelése az egész projektednek, hogy én nem gondoltam, de szerencsére eljutott arra a szintre, hogy most már észreveszik a Gidnimrémet, ugye NK hangfoglaló programban induló előadós pályázatot nyertél vele, szépen elindultak, tehát elindult a koncertezés is, most már a fesztiválozás is, hogy ez az egész dolog, hogy gyakorlatilag egy saját játszótérből lett, azért ez egy komolyabb dolog. Ez hogy alakult, mennyire volt ez is ilyen ösztönös, vagy mennyit kellett dolgoznod, mennyire, hogy mondjam, koncentráltál arra, hogy ezek így összeállnak, vagy ezek csak jöttek idővel? Hát igazság szerint a Dióhéjban annyi a sztori, hogy 2012-ben volt az első koncertünk, és akkor volt nekünk egy ilyen, meg még mindig van egy baráti társaság, ahol sokan zenélünk, és poénból vetettem fel, hogy egy másik koncertünk kapcsán mi lenne, hogyha eljátszanánk pár dalomat. És 4 dalt játszottunk el, úgyhogy volt 2 próbánk összesen, és voltunk vagy 8-an a színpadon. Egy ilyen improvizatív össze-vissza örömzene volt félig meddig, a kis keretekkel, amiket én megszabtam neki. És az úgy tök jó móka volt, aztán ezt így évente néhányszor megcsináltuk. És amikor pont miután a Nyilassani és ők feloszlott, megszűnt akkor egy másik zenekarom is működni, a Kázaj, és úgy hirtelen fő projekt nélkül maradtam, és nem tudtam magammal mit kezdeni zeneileg. Akkor volt az, hogy szóltam a srácoknak, akik tök fontosak egyébként ebben az egészben, hogy ez működik, Szepesi András a dobosunk, Gonda Szabi a gitárosunk és Gonda Zoli a basszusgitárosunk. Velük most már egy ilyen 3 éve, lényegében ez egy ilyen, vagy 2-3 éve, nem is tudom, annyira összefolyik az idő. Szóval velük most már egy ilyen kvázi fix kvartettként működünk, mint zenekar, és elkezdtük komolyabban menni ezt az egészet, és az úgy tűnik, hogy jót tett neki élőben, tök jó zenekari szinten megszólaltatni, és egy egészen más élmény. Tehát amit én a felvételeken csinálok, a saját kis önálló szórakozásom, az teljesen más, mint amit élőben csinálunk. Tehát élőben áthangszereljük, meg átérjük lényegében a dalokat, hogy működjön, mint egy zenekari projekt. És az élmény is más, meg úgy befogadóak rá az emberek, azt látom. Nem tudom, hogy miért, de működik. Abszolút működik, tehát hogy élőben teljesen működik a rém. Ezt is akartam kérdezni, hogy amikor pályáztatok, vagy akár a fellépések erejéig is úgy célzottan szeretted volna, hogy jobban pörögjön a projekt, és akkor legyenek fesztiválok, vagy egyszerűen elindultak a megkeresések? A megkeresés az még mindig nem nagyon. Inkább pályáztak? Igen. Tehát így próbáltunk kicsit feljebb kapaszkodni, mert úgy, ha az ember zenél, és aktívan szeretne zenélni, főleg ahogy telik az idő, és öregszel, valamiféle pozitív visszacsatolás kell kívülről, hogy az legyen, hogy megéri ezt csinálni. Tehát lehet csinálni egy hobbizenekart úgy, hogy havonta egyszer lemegyünk próbálni és jamelünk egy kicsit, meg ezt azt eljátszunk, meg 20 éve ugyanazokat a dalokat eljátszogatjuk, mert azokat ismerjük. Ez tökre működik, és ez egy valid dolog akkor, hogyha ha valaki ezzel megelégszik. Nekem ez kevés volt, és úgy gondoltam, hogy szeretném ezt az egészet komolyabban csinálni, úgyhogy mi aktívan megyünk utána jelenleg is, próbáljuk gyúrni, amit tudunk. Mi volt a kérdés, úrít? Hát igazából az, hogy mennyire tudatos a Gidnimrém esetetekben az, hogy akkor egyre tudatosabban építitek a karriert, tehát fellépésügyileg is, és akár pályázatügyileg is. Abszolút, főleg azért, mert ilyen félig kísérleti zenével nagyon nehéz érvényesülni, tehát segítő személyzetet is baromi nehéz találni, menedzsert, vagy akár csak ilyen koncertmenedzsert, vagy bárkit, aki aktívan
ahogy zenekar közelében marad, nehéz úgy találni, hogy nem tudják hova tenni az emberek ezt a fajta zenét teljesen, és nem látnak benne olyan jellegű perspektívát, amivel számolni tudnak, mint mondjuk egy jól működő alternatív rock zenekarnál. Mert hogy az a műfaj az oké, okay, azzal úgy lehet számolni, hogy ez most működni fog, hogy elmegyünk 20 koncertre ebben a koncertszezonban, leszervezünk pályázatból, előzenekari támogatás, akármicsoda, és hogy az egy kicsit kiszámíthatóbb, nálunk meg szerintem nagy a rizikó ezzel kapcsolatban, úgyhogy muszájak vagyunk így tudatosan nekiállni, és nagyon aktívan keresni a lehetőségeket. Ha említetted ezt, hogy kiszámítható, nem kiszámítható, az elmúlt években azért nagyjából belőttétek azt, hogy mi az a közeg, mi az a fellépő, helyszín, akár fesztivál, akár klub szinten, hogy mik azok a lehetőségek például egy ilyen fajta zene esetében? Tehát, hogy már tudjátok célirányosan, hogy hova érdemes menni, fellépni, hogy van, néz ki ez? Van néhány hely, ami tök jól működik, de helyszín az nem sok van igazából, inkább közösségek vannak, és a zenekarnak az is az alapja lényegében, ami működik így koncertek szempontjából, hogy ez egy ilyen kicsit közösségépítő, a rengeteg kis közönségmozgató játékunk van a koncerteken, amit nagyon szeretnek, még mi is nagyon élvezzük csinálni, és lényegében ilyen félig meddig vagy teljesen baráti viszony alakul ki emberekkel, és úgy tudunk szervezni helyekre, hogy nem a helyszínt magát követjük, hanem mondjuk az ott dolgozó vagy ahhoz kötődő embereket, és ők segítenek nekünk egyébként tök jó koncerteket szervezni. Úgyhogy ez egy kicsit fura ebben, hogy nem helyeket kell keresnünk vele alapvetően, hanem személyeket. Uh-huh. És hogyha ilyen ideális helyzet van, akkor nagyjából egy évben hány koncerttel tudtok számolni? Van ilyen, vagy nem? Ezt nehéz megmondani, mert ugye az elmúlt két évet a Covid az úgy rendesen szétverte, és nekünk most indult be a hangfullaló program környékén így az élő fellépéseknek a szervezése úgy jobban, mert addig is volt elszórtan, de tényleg nagyon elszórtan, tehát ilyen egy-két havonta egy koncertünk volt jó esetben. Akkor, amikor jött a hangfullaló program, volt egy kicsit több, azért legalább havonta egyet tudtunk csinálni itt ott, ott. Viszont a Covid az tényleg nagyon kiszámíthatatlanná tette. Én bevallom őszintén, én iszonyatosan örültem, mikor megláttam, hogy a Gidni Imrém hangfoglalós lett, tényleg eszet, tehát azt mondtam, hogy na, végre van fény az alagút végén, hogy ezt tehát egy ilyen zenére, és egyrészt fölfigyelnek, és egyébként támogatást nyer, úgyhogy én személy szerint nagyon örültem nektek. Hogy látod, hogy a hangfoglalóval jobban figyelnek a zenétekre? Vagy ez, tehát hogy néz ez ki? Tehát nyilván azt látom egyébként, hogyha egy zenekar minél több helyen lép fel, minél több lehetőséget kap, működik a dolog, akkor visszahívják, fesztiválok, egyre nagyobb lehetőség. Nálatok ez mennyire látszik? Tehát hogy mennyire figyel, most jobban figyelnek a zenétekre? Vagy nagyjából ugyanúgy, csak van több lehetőség? Nagyjából ugyanúgy, és ez így nagyon lassan építkezik. Tehát az probléma nálunk részben, hogy amit már mondtam korábban is, hogy az albumanyagaim, azok nem ugyanazt adják vissza, mint a koncertek. És most ezen próbálunk egy kicsit változtatni, hogy olyan megjelenéseink lesznek, amik inkább fednek át azzal, amit csinálunk. Konkrétan lesz most egy kis lemez, amit zenekarilag hangszereltünk és vettünk fel. Ez az oldala ezt nehézkessé teszi, viszont egyre több lehetőségünk van, meg bekerülünk azért olyan helyzetekbe, amibe amúgy nem nagyon kerültünk volna szerintem. Tehát például a Lovasi Andrásnak volt ez a karanténkoncertes pénzelosztós pályázata, ugye ez a támogatott 20 kis zenekart, és akkor abba is, hogy sikerült becsöppenni, hogy gyűlnek ezek, amikor egy-egy ember felfigyel ránk, de megint csak az, hogy nem tudunk a fősodrással haladni, hanem ilyen kerülő utakon azért jönnek a lehetőségek, tehát gyarapodnak, csak nem ugyanúgy. Uh-huh. És akkor például maradjunk itt a új lemeznél, említetted, hogy a korábbi, tehát hogy az élő zenés, az teljesen más, át kellett hangszerelni. Most akkor inkább ez lesz az irány, hogy ez úgy jobban működhet, hogy akkor gyakorlatilag
az elkészült lemez, tehát a hanganyag, amit meg lehet hallgatni, az nagyon közelít majd egy koncertélményhez? Tehát, hogy ez lesz egy ilyen, mondhatni azt, hogy egy új irányvonal? Vagy mit szeretnél feláldozni, mire kicsit? Nem, az a baj, hogy nem vagyok elég konzisztens ember, nem tudok ilyen dolgokat szépen megígérni. Nem is akarom, hogy megígérni. Hát nem is, ezt csak tényleg nem tudom előre megmondani. Most a két megjelenő anyag, az egyik az konkrétan, mondom, egy zenekari felvétel, a másik az meg igyekeztem úgy csinálni, hogy hangulatában olyan legyen, mint egy koncert. Az is egy ilyen nagyon kagyfasz, az majd a nagy lemez lesz. Sokféle, kicsit ilyen játékosabb jellegű, plusz igyekszünk majd csinálni élőfelvételeket is, hogy ez kicsit visszaadja. Egyedül, amit egyedül csinálok, az nem lesz olyan, mint amit zenekarral csinálunk, mert én nem fogok úgy gitározni, mint Szabi, nem fogok úgy dobolni, mint Szepi, és ez ennek a szépsége is gyakorlatilag. Meglátjuk, nem tudom, ezt tényleg... Nem csak azt akarom kérdezni, hogy elképzelhető, hogy lesznek olyan anyagok, amik inkább mondjuk a felvételnek, a hanganyagnak szólnak, és lesznek olyanok, amik meg az élőnek. Mert azért például abszolút. A legutóbbi lemezetek, ami nálunk premierezett, ugye a Csőr, azért a Csőrből is sok dal már olyan volt, ami gyakorlatilag a koncert készen, tehát koncerten is lehetett hallani. Igen, de koncerten is más volt, mint egy a lemezen. Kicsit más volt, igen, de például a Csőr esetében például ott már, ha meghallgatja az ember a hanganyagot, ott azt lehetett érezni, hogy azért úgy készültek a dalok, hogy ez elképzelhető, tehát hogy élőben is hallható. Most ezért kérdeztem, hogy... Ez nem szempont, ez sosem szempont alapvetően. Tehát amit én egyedül felveszek, ott nekem annyi a lényeg, hogy én azt élvezem és szeresem csinálni. A zenekari felvételek, azok meg arról szólnak, hogy úgy abban a formában működjenek. Tehát... Szóval ilyen szempontból a kérdésedre a válasz az nem. Velős, egy kicsit menjünk Debrecenbe. Ugye Debrecennek egy nagyon jó, tehát mondjam, Debrecen zenei élete a 90-es években, az ezredforduló környéken egész jó volt és nagyon aktív. Aztán volt egy kicsi visszaesés, és most én is, mint debreceni, úgy érzem, hogy az elmúlt pár év jó pár többek között jó pár lelkes embernek, többek között Süli Andris barátomnak a kőkemény munkája és a Campus Fesztiválnak egyfajta ilyen közönség megteremtő munkájának köszönhetően ismét, mint hogyha nem csak a fősodor, hanem az underground is egy kicsit visszatérne a városba. Több kezdeményezést láttunk az elmúlt időszakban, ugye a Made in Pécs nyomán megrendezték a Made in Debrecent, ami ugye azt kell tudni, hogy egy nap alatt gyakorlatilag nem tudom, 200 zenekar. 140, tehát hogy gyakorlatilag igen, egy nap alatt Debrecenben működő összes jelentkező zenekar lejátszott egy 20 perces szettet, és több helyszínen folyamatosan, szóval ez a Made in Pécs, és most már Made in Debrecen egy iszonyatosan jó kezdeményezés, megmozgatja a várost. Hogy látod, mik a lehetőségek Debrecenben, hogy alakul ez a széna, hogyha Debrecenben például valaki szeretne zenélni, hova tud most már fordulni, mi a helyzet? Szerintem ez Debrecenben még mindig nagyon nehéz, alapvetően. Kis zenekaroknak eleve nehéz, tehát a magyar könnyű zenei élet az egy ilyen monopolizált valami, ahol van egy kvázi krémréteg, akik a jól futó, főleg magyar alter zenekarok, így ebben a kis zenekari vonalban legalábbis, tehát szóló előadóknak szerintem ez egy teljesen más kérdés, akik mondjuk ilyen pop vagy elektro irányba mennek, vagy hip-hop, és ők egy személyben képviselnek valamit, de a zenekaroknak még mindig ez a kvázi alternatív vonal a fősodor itthon, ami nem az, aminek így nagyobb a közönsége, és ott nehéz kitörni, Debrecenben nehéz koncerteket is szervezni, viszonylag kevés a helyre, és inkább az, hogy kicsire az igény. Tehát a közönség nincs igazán kiforrasztva Debrecenben, és én azt érzem, hogy az lenne a kulcsa ennek az egésznek, meg az alapja, hogy egy olyan közönséget, egy olyan közösséget létrehozni, vagy több kis közösséget, ugyanúgy, mint ahogy régen volt még a 90-es, 2000-es években a klub élet, hogy a kluboknak voltak gyakorlatilag, meg volt a törzs közönség egy-egy helyen, meg voltak azok az emberek, akik így vándoroltak adott klubok között, és bizonyos stílusú koncertekre elmentek ide-oda, amoda, és úgy mindig becsapódtak. Jelenleg inkább az megy szerintem koncertre, akit konkrétan érdekel egy mondjuk egy 30Y, vagy egy Hiperkarma, vagy bárki, aki éppen játszik,
és adott esetben megnézi az előzenekart. Vagy a másik, hogy ismerőse játszik az egyik bandában. És így nehéz Isten igazából szerintem közönséget építeni, meg koncerteket szervezni, főleg úgy, hogy mondjuk anyagilag is megérjen. Tehát azért ez idő és pénzráfordítás egy kis zenekarnak, valószínűleg mindenhol, nem csak Debrecenben, de vidéken szerintem ez hatványozottan nehéz. De egyébként az elmúlt évekhez képest azért lehet látni valami fejlődést? Vagy inkább csak mondjuk lehetőségileg, helyszínileg, technikailag, és mondjuk azt meggyőzni, mert én is valóban azt látom, hogy a kísérletező, tehát a közönség, a befogadónak a kísérletező kedve az, ami elment, vagy legalábbis kevésbé. Tehát, hogy nem ad lehetőséget például az újnak. Elmész három zenekarra, kifizeted a jegyet, de mondjuk csak egyet nézel meg, mert az érdekes, a másik kettőt megnézhetnéd, de nem akarod megnézni. Szóval valami ilyesmi. Igen, de egyébként ez tényleg fejlődik, tehát ami tök jó, egyrészt van ez a puszta hangblog, igen. Ami egy ilyen főleg zenei kultúrblog, ugye, Debrecenhez kötődően, és ők szerveznek is rengeteg kis koncertet, most pont lesz egy minifesztivál a hétvégén, ami, amikor ez kijön, akkor volt. Igen, tehát tehát szerveztek egy fesztivált, egy alkotótábort. Alkotótábort, de rengeteg egyéb dolgot is csinálnak egyébként. Ott van a So Far Sounds-nak a debreceni brigádja, és az is tök sok ember bevonz, tehát alakul az igény, meg rájönnek szerintem emberek arra, ugyanúgy, mint a kicsit ez olyan, mint az ilyen kistermelőipar nagyvállalat, hogy kényelmesebb elmenni a Tesco-ba bevásárolni, de vonzódnak az emberek az ilyen kispiacos dolgokhoz, mert emberközelibb az élmény. És szépen apránként lassan ez visszaforog ebbe az irányba, szerintem. Nem tudom, hogy hol fog megállni, vagy milyen mértékben, de a tendencia az jó. Na, a tendencia az jó, annak tökre örülök. Egy kicsit még visszatérve az alkotásra, ugye jön egy EP, jön egy lemez, és tényleg nem akarok semmit kicsikarni belőled, de hogyha a jövőre tekintünk, ugye munka, család és zene mellett, hogy látod a Gidnim Rém jövőjét? Tehát van-e olyan kitűzött cél, hogy szeretnétek ezt elérni, vagy mik azok, amiket szeretnétek meglépni itt az elkövetkezendőben? Hú, hát például egy egészen jó cél az, hogy eljussunk oda, hogy gázsis koncerteket tudjunk rendszeresen, normálisan szervezni. Ami egy nagyon hülye célnak tűnik, csak az valahol annak a mutatója, hogy a zenekart azt mások is kezdik komolyan venni, így. Úgyhogy ez például szerintem egy ilyen reális, objektív cél. Konkrétan az, hogy hány hallgatónk legyen, meg hány követője legyen az Instagram profilunknak, vagy a Facebookon az oldalnak, ilyen célunk nincs, mert ebbe könnyű felsülni. Inkább az, hogy több koncertünk legyen mennyiségileg, meg az, hogy a koncerteknek a szervezési minősége egy fokkal jobb legyen. Alapvetően jelenleg ez a két kitűzött célunk. És hogyha alkotási folyamatot nézünk, tehát lemezek esetében? Hát a lemezek azok meg ilyen. Tehát ott nincs olyan, hogy mondjuk nem tudom én szeretnél, vagy úgy gondolt, hogy az elmúlt években, amit mondjuk hangfelvételek esetében otthon meg tudtatok csinálni, vagy stúdióban, az most így adott? Tehát, hogy az így? Igen, hát fú, itt több minden benne van. Egyrészt nekem eleve van egy kis házi stúdióm, másrészt meg én közben bekerültem az Árnyék Múzenekarba, ahol dobolok, és ott az énekesnek, Karesznek van egy stúdiója, a K-stúdió, ami pont most egy ilyen feltörekvő stúdió Debrecenben egyébként, és tök jól csinálja, nagyon profi, és most így vele összefogva sikerül csinálni ezt-azt. Volt pár live session felvételünk, amit ő rögzített és kevert, és ezeket mindenképpen szeretnénk beemelni. Szerteágazó ez a dolog, tehát amit én magamnak csinálok, azt továbbra is nagyrészt egyedül, bár most a hangfoglaló kapcsán az pont Karesznél, ott vettem fel a dobokat, meg ott veszem fel az éneket. Amit zenekarilag csinálunk, azt meg valószínűleg így kiszervezetten intézzük. És mondtad, hogy a Árnyék Nyúlba ugye most már állandó tag lettél, ez visszavesz a Gidnimből, vagy nem? Nem, a Gidnimet azt
jelenleg még elég nehéz és döcögős csinálni sok szempontból ahhoz, hogy az üres járatokba beférjen az árnyéknyúl. Egyrészt, másrészt meg nagyon szeretek dobolni, és ez nagyon jól esik, úgyhogy ez tölt. És hogyha egy zárásképpen mondjuk, hol láthatnak benneteket nyáron a kedves hallgatók? Tehát például az tök jó kimondani, hogy most már ha azt mondod, hogy Campus Festival Debrecen, akkor van Give Me Brain koncert, amit mondjuk bevallom őszintén pár évvel ezelőtt, én nagyon örültem volna neki, de szinte lehetetlennek tűnt. Igen, ez így igaz. Június 3-án leszünk majd Török Bálinton, hogyha jól emlékszem, remélem nem mondom rosszul a dátumot, akkor júliusban a Campus Fesztiválon lépünk fel, augusztusban a Kispálon Orfűn leszünk majd, augusztus 27-én, és egyelőre a nyári fellépésekből ennyi az, ami fix. De már ez is tök jó, tehát hogyha belegondolunk abba, hogy pár évvel ezelőtt például hasonló jegyzet, tehát hogy nem voltak még lehetőségek sem ahhoz képest, ez abszolút így jövőre nézve, legalábbis az én szempontom, vagy... Mert még valami, június 25-én, azt hiszem szombaton, a Waldorf Festen ott leszek, miközben a Babicska Workshopon Dixit kártyákat kell festeni, úgyhogy az is jó lesz. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Hallgassatok sok zenét, sok Gid Nimrémet, hallgassatok végig a teljes diszkográfiát, ne felejtsetek el követni minket minden platformon, Facebookon, Instagramon, stb. Jövő héten is jövünk jó beszélgetésekkel, hogyha korábbiakat szeretnétek visszahallgatni, azt is visszatudjátok. Szevasztok! Köszi szépen!